ugye a természetes vizeknek a minősítését a 78/2008-as rendelet alapján végezzük. Ez azt jelenti, hogy nem egy minta alapján, hanem négy egymást követő fürdési szezon adatsorai alapján minősítjük ezeket a fürdővizeket, megfelelő standardok alapján. Ez alapján besoroljuk kiváló, jó, tűrhető, illetve kifogásolható kategóriákba ezeket a fürdővizeket. A Budapest Gyógyvizei és Évvizei ZRT akkreditált laborja által végzett vizsgálatok azok természetesen elfogadhatóak, és megfelelő képet adnak a víz minőségéről, és ez alapján gyakorlatilag kijelenthetjük, hogyha ilyen vízminőségben történik a Duna átúszása, az fertőzési kockázattal nem jár. Tehát gyakorlatilag biztonságban teljesíthető maga a verseny. Maga az átúszás előtt célszerű egy héttel, illetve két nappal megkontrollálni a vízminőséget. Nyilván ez adott esetben az időjárás függvénye is lehet, mert hogyha emelkedett a vízszint, illetve csapadékosabb az idő, akkor nagyobb kockázata van adott esetben egy szennyeződésnek. Ha ilyen nincsen, akkor alacsonyabb kockázat. És hogy számíthatunk előre szeptember másodikán? Természetesen. De alapvetően miért nem szabad itt Budapesten fürdeni a Dunában? Hát Budapesten azért nem lehet, mert alapvetően van egy jogszabályi tiltás. Ez a jogszabályi tiltás, hogy miért alakult ki, annak több oka van. Hát többek közt az, hogy ugye alapvetően egy ipari vízről beszélünk, ahol nemzetközi hajózás folyik, hatalmas úszályok közlekednek, mellette rendkívüli vízmozgások fordulnak elő a kiépített partszakaszok miatt, és alapvetően emiatt lett ez a szabályozás. Sajnos mindenhol vannak, tehát ezek mindenhol előfordulnak, hogy a folyónak maga a terminológiával együtt jár az, hogy az örvények azok építik és mozgatják az egész folyót. Tehát mindenhol vannak, csak az a kérdés, hogy hol nagyobbak, hol kisebbek. Tehát azon a területen, ahol mi fogunk úszni, ott nem lesznek örvények? Hát a fölött van közvetlenül komolyabb örvények, és azt követően egy kicsit nyugodtabb a víz. A Balaton átúszáshoz hasonlóan úszófolyosót fogunk mi is itt kialakítani a mentőhajókból, ami megítélésem szerint 50 méterenként komoly hajók lesznek, és 25 méteren pedig ilyen kapaszkodó, kisegítő hajók fognak beállításra kerülni, és ezáltal én azt gondolom, hogy szinte teljes egészében biztonságos lesz az úszás. Budapesten keletkező és a tisztítótelepekre érkező szennyvíz teljes körű tisztítás követően kerül az élővízbe a Dunába. A tisztítótelepek mechanikailag, biológiailag tisztítanak, sőt, még a tápanyagmentesítést is elvégzik, ami azt jelenti, hogy a foszfortól és a nitrogéntől is megtisztítják a szennyvizeket. Elmondható, hogy Budapest a lehető legkevésbé terheli a Dunát, hiszen a kiépített tisztítótelepek révén és a folyamatos korszerűsítéseknek köszönhetően az üzemeltetésükkel a lehető legjobban hozzájárulunk a Duna vízminőségének javulásához. Közel 15 éve dolgozunk ebben a szakmában. Tapasztalatunk az van, gyűjtöttük állóvízen, illetve folyóvízen is, ugye közreműködőként a Balaton átúszáson, illetve több Duna átúszást biztosítottunk már, mivel több évet dolgoztunk ebben a átúszás világban, így azt gondolom, hogy mindent tudunk arról, hogy milyen veszélyeket adnak az emberekre. Mögöttünk látszik a Dunának ennek a 4-500 méteres szakasz, és azért mondom így, mert persze vízállástól függő, hogy milyen távot kell majd úszni. Erre a távra 10 mentőhajót tervezünk, ez azt jelenti, hogy 40-50 méterenként lesz egy olyan hajónk, aki egyébként legalább 10 embert tud a fedélzetére venni. Nagyon gyorsan odaérünk a helyszínre, illetve arra is ügyelünk, hogy a partról beugró, mint a pontonról beugró emberek és a kiérkező emberek biztonságára pedig ott olyan vízimentő kollégák fognak vigyázni, akik adott esetben még onnan is ugrani tudnak. Tervezzük, hogy közel 40 fővel leszünk jelen ezen a pici szakaszon, így minden biztonságot tudunk garantálni minden indulóban.